Barna vagyok, Paks az én városom. Én már teljesen paksinak érzem magam, bár én nem itt születtem, hanem Kerepestarcsán születtem, de 2003 óta az életem az nagy részét már itt Pakson töltöm, úgyhogy tényleg mondhatjuk azt, hogy gyökeresen is paksi vagyok. Úgyhogy az, hogy hogy kerültem ide, hát az is egy hosszabb történetbe lehetne írni róla egy könyvet, de 2003-ban érkeztem Paksra, azzal a céllal, hogy nekem is volt egy hosszabb pihenőm, ugye én a Margit-szigeti atlétikai centrumba edzettem akkor, és volt nyáron ott egy hosszabb ilyen szabadság, vagy nyári szünet, és én igazából nem akartam nagyon pihenni, hanem fejleszteni akartam magamat, voltak céljaim, motivált voltam nagyon-nagyon, és akkor arra volt lehetőség, pont az Anti készült a 2004-es athéni olimpiára, és akkor mint edzőpartner, mert ugye az Antinak is kellett edzőpartner, mert ő is neki se volt az országban ugyan rengeteg partnere, és akkor így kerültem ide Paksra, akkor itt voltam 2 hetet, és akkor utána itt ragadtam. Rengeteg légiós jött ide, hogy itt folytassa majd a karrierjét, a judós karrierjét, és hogy majd itt váltjon valóra az álmait, és igazából senki nem bírta olyan hosszú ideig, vagy megunták, vagy belefáradtak, mert ugye az itteni környezet az számukra nem volt megfelelő, de én azt gondolom, hogy egy sportolói karrierhez nem is kell más, csak egy edzőterem, egy adott jó környezet és nyugalom, ami a legfontosabb ahhoz, hogy valaki elérje a célját az adott sportban. Hát én valószínű, hogy én itt jól el voltam, és itt elpihengettem, meg eledzegettem, és mással nem is foglalkoztam, tényleg csak a cél lebegett a szemem előtt, és eltelt az idő. Most így visszagondolva azért 3 olimpia, és meg se tudnám számolni, hogy hány versenyen meg edzőtáborról vettünk részt, de ezek már nyilván azért megszépülnek, hogy milyen jó is volt az, de jó volt csinálni. Úgyhogy csak a pozitív élmények vannak bennem, bármennyire is kemény volt, és tudom azt, hogy a judo önmagában egy rettentően kemény küzdősport, és hihetetlenül fejlődik a judósport is, változnak a szabályok, amikor változnak a szabályok, akkor még többet kell edzeni, hogy hozzászokjon az ember, hozzászokjon a adott szituációkhoz, ugye. Úgyhogy ez egy olyan érdekes sport. Semmelyik olimpia nem úgy alakult, ahogy én akartam volna. Sajnos ez még a mai napig bennem van, hogy igazából minden világversenyről tudtam érmet hazahozni. Egyedül az olimpia volt olyan verseny, amiről nem tudtam, és hát igazából az lett volna a legfontosabb. Londonban nagyon közel álltam hozzá, ugye ott egy bírói döntéssel kaptam ki, mehessek a bronzéremért, ott közel álltam, és valamiért utána meg vagy bírók, vagy valami mindig közbeszólt ahhoz, hogy ne érjem el a célomat. Gondolok itt például a 2017-es budapesti világbajnokságra is, ahol a bronzéremet ezt igazából mondhatjuk azt is, hogy a bíróknak köszönhetően ott hagytam. Beleszóltak egy olyan szituációban, amiben szerintem nem kellett volna. Úgyhogy nem mindig volt mellettem a szerencse, sőt mondhatjuk azt is, hogy amit elértem, az nem szerencse volt. Nyilván azért az is közrejátszott itt ebbe az egészben, hogy rettentő sokszor megkaptam azt a lehetőséget, amivel igazából nem tudtam ilyet átadni. Most gondolok arra, hogy a 3 EB döntőből, hogyha már egyet megnyertem volna, akkor már Európa-bajnok vagyok. Ugye a világbajnokságon a döntőben, amikor aznap én azt gondolom, hogy életem legjobb formájában voltam, és azóta nem is voltam olyan jó formában, ott a döntőt megnyertem volna, akkor már világbajnok vagyok. Tehát a sors igazából mindig megadta a lehetőséget. És ezért mondom én most a gyerekeknek is, akikkel foglalkozom, hogy gyerekek, nem biztos, hogy mindig adódik lehetőség, úgyhogy tényleg ami van, és elmentek, azt próbáljátok kihasználni. Mert mondjátok azt persze, hogy hó, még lesz bőven lehetőség, és akkor én mindig azt mondom, nem biztos, hogy lesz lehetőség. Ami adott lehetőség van, azt mindenféleképpen ki kell használni, és meg kell nyerni azt a versenyt. Most a Bezerédi Általános Iskolában testnevelést és judót tanítok, emellett meg a utánpótlással foglalkozom az asén belül 10-11 éves gyerekekkel. Nyilván itt is tűztem magamnak ki egy célt, hogy miket szeretnék elérni. Valószínű, hogy az olimpiából adódóan rettentő nagy hiány van bennem, hogy ez nem sikerült, és nekem az, én azt tűztem ki magam elé, hogy szeretnék majd egy olyan tanítvány, nyilván ez egy hosszabb idő, mire kineveli az ember, akit én is egyszer oda eljutatok, és esetleg jobban szerepel majd, mint én. Úgyhogy nekem ez a fő céljaim, és nyilván az, hogy
ugye 4 évente van olimpia, és hogy az utánpótlásból mindig tudjunk adni olimpikonokat, ami nagyon fontos a városnak, mert hát azért tudomásul kell venni, hogy azért Pakson is egyetős sportág van, de mégis azért, hogy a judó mellett kössenek le a gyerekek, kitartóak legyenek, és én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon szükség van a nevelőedzőnek bemutatni a helyes irányt, a helyes utat, és az, hogy ne menjenek le az útról, hanem szorgalmasan csinálják a dolgokat, tehát meg kell őket tartani, ez is egy nagyon nehéz feladat. És tényleg nekem az a célom, hogy hosszú távra gondolkodni velük, és tűzzenek ki nagyon komoly célokat. Nekünk judósoknak egy fantasztikus élmény lenne, hiszen ez már nagyon régóta számításban van, hogy Pakson lesz egy judóterem. Én azt gondolom, hogy az országban már elég sok helyen van judócentrum, judóközpont, és tényleg ott, ahol igazából a nagy eredményeket elérték, Hangyási Laci bácsi, Antival, meg az Ákossal, vagy esetleg velünk. Itt én azt gondolom, hogy itt már régóta kellett volna egy olyan judóközpont, ami tényleg az országnak megfelelő lenne. És nem csak a válogatott szintű versenyzőnek, hanem az utánpótlásnak is, hiszen egy új létesítmény, egy új küzdősportcentrum, ahol minden korosztály együtt van, nyilván más időpontokban. Nem kell mindig külön vinni, hogy most akkor a Bezerédibe edzünk, akkor most itt edzünk a Barakba vagy a Barátság után, hanem tényleg lenne egy központosított edzőterem. Nyilván a szülőknek nem kéne össze-vissza ugrálni, tudják, hogy minden nap ott van a gyerek, jó helyen van, a körülmények nagyon megfelelőek. És azt gondolom, hogy ha ez megépülne, azt gondolom, hogy még több létszámot lehetne bevonzani.